Szia, Cibor Szilvia vagyok, és arra gondoltam, hogy készítek egy videót arról, hogy hogyan építem az üzletemet az interneten, ugyanis nagyon sokan kérdezik tőlem, hogy mit csinálok és hogy csinálom, és mikor szóban elmondom, akkor azt tapasztalom, hogy nem igazán átlátható, nem biztos, hogy mindenki érti, hogy mit csinálok. Úgyhogy ezt a videót azért készítem. Én a Főzennek a termékeit értékesítem és az üzleti lehetőségét ajánlom másoknak egy blogon keresztül. Ezt a blogot azért hoztam létre, mert elköteleztem magam a természetes gyógymódok, a természetes egészség mellett, az egészségmegőrzés mellett. Nagyon-nagyon fontosnak tartom. Mióta nem szedünk gyógyszereket a családommal, azóta nagyon ritkán vagyunk betegek, és sokkal könnyebben meggyógyulunk, mióta odafigyelünk arra, hogy mit eszünk. Azóta sokkal nehezebben betegszünk meg, és nagyon fontosnak tartom, hogy ezt elmondjam másoknak is. Nagyon sokat köszönhetek a gyógynövényeknek, a gyógyíthatatlannak kikiáltott vérnyomásomat a gyógynövényekkel hoztam rendbe, úgyhogy 5 éve nem szedek gyógyszert, pedig előtte 200/110 volt a vérnyomásom. És fontosnak tartom, hogy minél több embernek ezt elmondjam. És hát erre egy nagyon jó lehetőség a blog, és kerestem is azokat a lehetőségeket, azokat az üzleteket, ahol olyan egészségmegőrző termékekkel foglalkoznak, amik minél természetesebbek, minél közelebb állnak a természethez, és én itt találtam rá a Filzerre, és úgy döntöttem, hogy a Filzernek a termékeit is a blogomon keresztül mutatom be. Természetesen én is fogyasztom, a családom is, a 70 éves anyukám is az egészségében nagyon jó javulás állt be, meg hát én is ezeknek a termékeknek köszönhetően fogytam most már több mint 11 kilót, és hát ezt bemutatom a blogomon keresztül. Írok minden nap, vagy majdnem minden nap, az első hónapokban minden nap írtam, most már hetente, valamikor csak 3-4-szer, egy-egy blogbejegyzést a tapasztalataimról, a termékeknek a hatásáról, különböző embereknek az egészségében bevált változásokról, javulásokról, stb. És ezt megjelentettem a blogomon. Itt például az utolsó blogbejegyzésem az anyukámnak az egészségéről írtam, látványosan javult neki az egészsége, mióta eszi a napraforgó lecikét. Ha valaki eljut ide a blogomra, ugye mondjuk megnézi ezt az utolsó blogbejegyzésemet, látja, elolvassa, végigolvassa, kíváncsi arra, hogy pontosan mi is az a napraforgó lecitin, van lehetősége tovább olvasni, talán a napraforgó lecitinről leírást. Itt azokat itt a termékeket, külön minden termékről van leírás, ami a Filzernek a webáruházában megtalálható. Itt látod, hogy lecitinnel pakolás is készíthető, akár csak a kovaföldel vagy a kollagénnel, teljesen természetes alapanyagokból összeállított pakolások. Végigolvassa, hozzájárulhat a sejtek, ízlítőleg sejtek állapotának a javításához, tisztítja az érfalakat, székletjavító, puffadásgátló. Ízületi problémával küzdőknek is nagyon jó hatása van. És úgy gondolja az ember, hogy erre szüksége van, akkor meg tudja vásárolni a termékeket a blogomon keresztül, mégpedig úgy, hogy nem a blogomon van a webáruház, itt csak egy ugyanilyen videót, mint amit most készítettem a termékeknek a vásárlásához is, hanem ide kattintva eljut a Filzernek a webáruházába az én saját ajánlói linkemen keresztül. És akkor a videónak a segítségével be tud lépni a webáruházba, ott el tudja dönteni, új vásárlóként, hogy szeretné a 20%-os közvásárlói kedvezménnyel élni már első vásárlóként, mint a lecitin, ami felkeltette a figyelmét, meg akarja venni 3900 forintért, vagy őnek csak egy dobozra van szüksége, és kifizeti érte 4680 forintot, ezzel mutatom a videóba, és így tud menni a vásárláson.
Igen ám, de hogy jut el az ember a blogon? Az, hogy van nekem egy blogom, az, hogy írok bármiről, az még nem jelenti, és megjelentetem, az még nem jelenti azt, hogy az embereknek a szem elé is eljut, ha csak nem a keresőknek az első oldalán van a blogom, de hát oda bejutni azért elég nehéz, elég munkás dolog, és igényel egy kis tudást is. Arra, hogy az emberek rátaláljanak a blogomra, a közösségi oldalakat használom. Twittert, Facebookot, itt például a Facebook oldalamat láthatod, aminek már több mint 9000 lájkolója van magának az oldalnak, de a blogbejegyzések is elég szép számú lájkot kapnak, az emberek megosztják egymás között, még 18 megosztás, ennek a 18 embernek, aki megosztotta, az ismerősének a hírfolyamába is megjelenik a Facebook oldala. De itt 40 megosztás, nagyon különböző számú megosztások vannak, itt csak 2, a következőt azt 91-en megosztották, 166-an lájkolták, akik lájkolják, azoknak is az ismerőseinek a hírfolyamában megjelenik. Úgyhogy ezek az emberek, akik rátalálnak a Facebook oldalamra, lájkolják, megosztják egymás között, azoknak az embereknek a hírfolyamába is elkerül, vagy hát bekerül, és hát itt is látott 138 a megosztás, ez több ezer embert jelent egy-egy blogbejegyzésnél. Ezek közül, az emberek közül sokan lesznek, akiket érdekel a téma, azok eljutnak a Facebook oldalamról a blogomra, ott tovább tudnak keresgélni elég sok kategóriában, és hát mindenki megtalálja a maga számára érdekesnek talált, és a saját program. Ugye nagyon sok ember küzd fogyókúrával, szív- és érrendszeri betegségek ma a civilizált világban az első halálozási okként szerepelnek, ízületi fájdalmak, már gyerekkorban jelentkeznek az ízületi fájdalmak, sajnos a helytelen táplálkozásnak köszönhetően, és ezt mind-mind tudnak olvasni a blogomról, és így el tudnak jutni, ahogy az előbb mutattam, a Filzennek a webáruházában a vásárlási területre. Itt láthattad, hogy ki vagyok jelentkezve a Facebookból, ezt azért így mutatom meg, mert szeretném azt is elmondani, hogy ezek az oldalak, ugye ezt a természetes gyógymódok, hogy nekem van egy Facebook profilom, Tibor Szilvia néven, és ott készítettem magamnak egy külön oldalt, ami a természetes gyógymódokról szól, ami a blogommal van kapcsolatban. És ezek az oldalak, amiket itt készítünk, ezeket olyanok is látják, akik nem tagjai a Facebooknak, vagy épp nincsenek bejelentkezve, mint ahogy most én sem vagyok bejelentkezve a Facebook oldalamra, viszont ezeket az oldalakat látják. És ez azért fontos, mert hogyha mondjuk én találkozok egy cikkel egy másik weboldalon, mondjuk a nőklapja kafé, vagy a kiskegyet.hu, vagy vannak hasonló oldalak, ahol különböző egészséggel kapcsolatos, fogyókúrával kapcsolatos cikkeket jelentetnek meg, akkor én a természetes gyógymódok oldalamnak a nevében tudok hozzászólni, mint természetes gyógymódok. Teszek egy bejegyzést arról, hogy vagy egy pár sort írok arról, hogy mondjuk én minek köszönhetem a fogyásomat, és hogy ez a fogyás ez tartósan megmarad, vagy minek köszönhető anyukámnak a egészségébe bekövetkezett látványos javulás. Az emberek kíváncsiak, ott mondjuk a kiskegyet.hu oldalon rákattintanak arra, hogy mit is tapad ez a természetes gyógymódok, eljutnak ide az oldalamra, nézelődnek, megtetszik egy cikk, fogja magát, rákattint, és már is ott van a blogomba, ahol szintén tovább tud nézelődni, és itt ugye el tud jutni a Filzennek a beváruházába, vagy bárhova, amit én most épp szeretnék értékesíteni a blogomon keresztül. Magának a blognak a szerkesztése nagyon egyszerű. Én nem használtam internetet, nem érdekelt, nem foglalkoztam vele, azon kívül, hogy
mondjuk egy ételnek a receptét meg tudtam nézni, vagy meg tudtam keresni az okmányirodának a nyitvatartását, azon kívül nem használtam internetet, és nem is értettem a számítógép kezelésnek. Úgyhogy ha én összetudtam hozni egy ilyen blogot, akkor erre bárki képes. Egy pár óra alatt meg lehet ezt csinálni, és onnantól kezdve már egy blogbejegyzésnek a megjelentetése. Az ember gondolatban összeszedje, hogy miről akar írni, onnantól kezdve egy fél óra alatt meg lehet csinálni egy egyszerű WordPress felületen. Adunk a dolognak egy címet, írunk egy 2-3-4-500 karakteres szöveget, tudunk benne képet elhelyezni, vagy videót elhelyezni. Egy egyszerű videót egyszerűen mit tudunk elhelyezni, hogy egyszerűen kimásoljuk a videónak a linkjét a böngészősából, és akkor bemásoljuk ide a szöveg felületére, és már is képként jelenik meg. Kitipáljuk azt a kategóriát, amit mi magunk állítunk ugye be, hogy milyen kategóriákat akarunk a blogunkon. Adunk hozzá egy képet, amit letöltünk valahonnan a számítógépről, és egy egyszerű leszeden feltöltjük ide, ide kattintunk, feltöltünk egy új képet, aztán már is publikálhatjuk a videónkat, most nem megyek végig ezen a dolgon. Úgyhogy ennyiből áll egy blogbejegyzésnek a megjelentetése. Egyszerűen, amikor kész van, akkor publikálom, elérhetővé teszem, kimásolom a böngészősávból magának a blogbejegyzésnek a linkjét, elhelyezem a Facebook oldalamon, írok hozzá egy pár sort, és már mehet is a nagy közönség elé, úgyhogy ennyiből áll a blognak a terjesztése, megmutatása más embereknek. Ha belépek a Facebook oldalamra, mert szeretném megmutatni azt, hogy nem csak, ugye én a Fieldzennel foglalkozom, nem csak a Fieldzennel kapcsolatos dolgokról írok meg, nem csak azzal kapcsolatban jelentetek meg cikkeket. A lényeg az, hogy olyan információkat adjak az embereknek, mondjuk az egészséggel kapcsolatban, az egészség megőrzéssel kapcsolatban, amit fontosnak tartok, amit én saját magam is használok az életemben, a családomnak az egészségének a védelmében, és ez lehet ez bármi, például a nagyon fontos, hogy a legtöbb betegségnek, sőt talán minden betegségnek az okai mögött lelki problémák húzódnak, akár tudunk róla, akár nem, hogy érdemes azzal is foglalkozni, és abban a cikkben például nem a Fieldzennel foglalkoztam, viszont aki érdekli, az eljut a blogomra, itt a Facebookon megjelentetett cikkből, és akkor ott már tud még előrni. Vagy például az előző cikk is egy olyan volt, de itt van például nemrégiben megjelentettem a Bükki Füves embert, a Gyuri bácsit, nagyon sokan ismerik, nagyon sokan szeretik, és itt láthatod, hogy ugye 215 megosztást kapott, több mint 300 lájkot kapott, és itt, így, hogy be vagyok lépve a Facebook oldalamra, itt látom, hogy 25.740 embert elért ez a bejegyzés, és meg tudom nézni a pontos statisztikákat, hogy ugye hány kedvelés van, hány megosztás, azt látom, viszont hogy hányan kattintottak a hivatkozásra, itt 1000 körül azoknak az embereknek a száma, akik ebből az egy bejegyzésből eljutottak a blogomra, tovább léptek innen. És ugye az emberből ott már jó pár van, aki tovább nézelődik, vannak nagyon sokan, akik feliratkoznak az automata levelező rendszeremre, minden blogbejegyzésnek a végén elhelyezek egy szöveget, egy linkkel, ahol fel tud iratkozni a levelekre, az értesítőkre, és automatikusan megkapja az az ember, aki feliratkozik a blogbejegyzésre, illetve beállított levelek mennek ki névre szólóan, hogyha több ezer vagy akár több tízezer iratkozó van, azok is névre szólóan kapják, nem kell egyesével Szilviának, Jóskának, Pistának kineznem a levelet, hanem ugye az automata rendszer ez beállítja, és személyre szólóan mennek ki a levelek, amiknek elég nagy hatása van. Én is rengeteg hírlevélre vagyok iratkozva, és
teljesen más érzéssel olvassa el az ember a levelet, ami névre szólva jön, amire úgy szólítanak, mert kedves Szilvia vagy a Szilvia, mint amikor a megszólításnál nem szerepelnél, és egyértelmű, hogy tömegesen mennek ki a levelek. Úgyhogy használok egy ilyen levelezőrendszert is. Úgyhogy nagyjából ennyi az, hogy a bloggal hogy lehet pénzt keresni, hogy lehet értékesíteni az interneten, mert valójában értéket kell adni az embereknek, és hogyha olyan dolgokat kapnak, olyan értékekkel találkoznak, amik fontosak a számukra, és tudják hasznosítani az életükben, akkor ezeknek az embereknek a tömegében nagyon sokan lesznek vásárlók is. Én magam is vásárolok így az interneten, hogyha rátalálok olyan témára, például egy olyan oktatási rendszerre, mint például most is egy intelligens levelező rendszerre vagyok hagyatkozva, a használatára, a használatát szeretném megtanulni, és magamtól nem jutott eszembe az, hogy én most keresek egy ilyen rendszert, hanem böngészgettem az engem érdeklő témákba, rátaláltam, és így feliratkoztam rá, és valószínű, hogy a vásárló lettem. Az emberek is nagy vásárolnak az interneten jelentős részben, hogy tudják, hogy mit akarnak, és akkor beírják a keresőbe, és akkor konkrétan egy dologra keresnek rá, hanem keresnek az őket érintő érdeklő témákban cikkeket, weboldalakat, bejegyzéseket, stb. És hogyha találnak egy olyat, ami igazán érdekli őket, hát rengeteg embert érdekel az, hogy főleg így 30-40 fölött, 50 fölött, hogy hogyan tudjuk a fiatalságunkat megőrizni, és ha talál egy olyan cikket, ami a számára értékes, akkor elkezd tovább keresgélni, és előbb-utóbb eljut oda, hogy azt mondja, hogy ő neki ez a termék kell, mert hogyha ennyi embernek segítette a fiatalságának a meglődésére, vagy a bőrének a rugalmasságának a visszaszerzésére, hát akkor ő neki miért ne? Úgyhogy erre használom én a blogomat. Én most csak ennyit szerettem volna elmutatni, és bemutatni. Gondolom hogy végigmentünk ezen a folyamaton, talán átláthatóbb és érhető. Aztán, hogyha ennél több érdekel, akkor keresnek személyesen, és akkor válaszolok a kérdéseidre. A Empower Networknek a blogrendszerét használom, és nem a maga a blog miatt, mondjuk a blog is nagyon könnyen fölépíthető, és látványos, és nagyon szép, hanem a rengeteg tudásanyag, ami rendelkezésünkre bocsát az Empower Network, olyan emberek tanítják a blogolást, az internetes marketinget, hogy hogyan lehet az interneten értékesíteni eredményesen, akik a saját módszereikkel legalább 1 millió dollárt kerestek már, és ez magyar nyelvre lefordított anyaguk. Úgyhogy nem csak a blognak a beállításai vannak magyar nyelven, hanem nagyon-nagyon sok anyag, aminek én is rengeteg hasznát veszem. Én találkoztam az Empower Network-kel, sok 10 000 forintot fizettem, vagyis hát inkább 100 000-es nagyságú ember különböző tanfolyamokra, online tanfolyamokra, el is jártam tanfolyamokra, vásároltam rengeteg anyagot, amiből volt olyan, ami meg csak annyi hasznát vettem, hogy megtanultam azt, hogy milyen trénertől nem akarok tanulni. Úgyhogy, és ezek az emberek valójában nagyon profik, és nagyon tudják a dolgokat, és nagyon tudják átadni azt, hogy hogyan kell az interneten értékesíteni, és én őtőlük tanulok, és nekik köszönhető az, hogy egyre sikeresebben tudom csinálni ezt a dolgot. Köszönöm, hogy meghallgattál, ha bármiben tudok segíteni, akkor keresd meg. Szia! Ja.